Zajkány falu Erdélyben, Hunyad megyében található. A Hátszegi-medence délnyugati peremén, a Recsezet-hegység északi lábánán fekszik, az Erdélyi Vaskapu keleti beáratánál. Hátszegtől 21 kilométerre délnyugatra található. A hágó ősidők óta a népek országútja volt, a romaiak Tápének nevezték. A Római Birodalom csapatai Krisztus után 89-ben Domitianus és Krisztus után 101-ben Trajanus császár uralkodása alatt két nagy csatát is vívtak itt Decebal dák fejedelemmel. A hágótól 10 kilométerre keletre fekvő várhely volt, Szármiszegetűza néven a dák birodalom fővárosa, amelyet a romaiak Ulpiátrajánának neveztek. A törökök a Vaskapu hágón át özönlötték el Dél-Erdélyt 1420-ban. Támadásukat 1438-ban, majd 1442-ben ugyanitt ismételték meg. Hunyadi János erdélyi vajda azonban 1442. szeptember 6-án Zajkány közelében mintegy 12-15 ezer emberével útjukat állta, és szétverte a támadók jelentős túlerőben lévő 81 ezer fős seregét. A hágó környékén zajló harcokban az Erdélybe betört törökök jelentős részét megölték. 1896. szeptember 6-án a Zajkányi csata 454. évfordulóján a csata színhelyén a Vaskapu hágóban Paucsinest és Zajkány falva között a Vámos Zajkány nevű magaslaton Hunyad vármegye 4 méteres öntött vas emlékművet állítatott, mely harci buzogányt formázott. Az emlékművön Hunyadi János címere és a következő felirat áll. Hunyadi János 15 ezer vitézével az 1442. szeptember 6-án e szorosban verte szét Sehabeddin Beglerbégnek Erdélyben nyomorú 80 ezer főnyi hadsereg. A dicső fegyvertény örök emlékéül állítatá ez oszlopot Hunyad vármegye közönsége a honfoglalás ezredik évébe. Az oszlopot Márkusz Ferenc, a vajdahunyadi vasgyár főmérnöke tervezte. A vaskapui diadal emlékére 1896-ban egy jókora ércbuzogányt helyeztek el a csata helyszínének közelében az országút mentén. A vidék apraja nagyja jelen volt az eseményen. Az emlékmű itt, ezen a helyen állhatott, amint azt néhány régi fotó is bizonyítja. A buzogány helyét egyébként pár évvel ezelőtt a magyar adás számára le is filmeztük. Az emlékmű alapjának egy darabja itt az országúti parkolóban még megvan. Ez a Zajkányi Hunyadi emlék gyakorlatilag párja volt az egy nappal korábban, szeptember 5-én felállított Volkányi emlékműnek. A Hunyadi buzogányként is emlegetett alkotást 1992. június 22-én ismeretlen tettesek erőgép igénybevételével az utolsó Zajkányi emlékművet is ledöntötték, buzogányát eltüntették. Helyi lapok értesülései szerint egy évre rá
az Ostrói tóból kihalázták a buzogányt, és a Várhelyi Múzeum közelében helyezték el a rendőrség tőszomszédságában. 1994. novemberében azonban innen is ellopták. A rendőrség nem is indított nyomozást, azt állítva, hogy úgysem lehet az ismeretlen tettesek nyomára bukkanni. 2003. áprilisában a ledöntött Zajkányi emlékműnek a helyszínén a vaskapuhágban megmaradt darabjai is eltűntek, az emlékmű talapzatát elbontották, ledozerolták. Felelős nincs, nyomozás nem indult. Trianon óta jól kitervelt program szerint pusztítják a magyar történelmi emlékeket, persze a felelősöket 100 év múlva is keresni fogják, és akkor se fogják megtalálni. Vagy esetleg nemzeti ősként fogják ünnepelni, mint a brassói Cenkem, az egykori Árpád szobor robbantóit. A vulkáni Hunyadi emlékoszlop. Vulkán vagy Volkány Hunyad megyében, Erdélyben, Petrozsenytől 12 km-re délnyugatra, Dévától 100 km-re délkeletre, a megye déli részén, a nyugati Zsíl folyó völgyében, a Retyezát és a Vulkánhegység lábánál fekszik. A Zsilvajdei vulkány név három település, az egykori Olázsi, Vajdei, Pásztorfalu és a vulkán szoros mellett 1773-ban létrejött vulkán határőrtelep nevének összetételével keletkezett. A brassói Hofmann cég szerzett a területre koncessziót, és 1859-ben kezdte el a kitermelést. 1910-ben már több mint 2000 bányász fejtette ki a szenet. A 3,5 méter magas emlékoszlopot a millennium évében 1896. szeptember 5-én avatták fel Volkány községben. A gránitoszlop tetején egy aranyozott vasbuzogány állt, melyet Márkusz Ferenc főmérnök tervei alapján a vajdahunyadi vasgyárban öntöttek. Az oszlop egyik oldalát az ország, másikat Hunyad vármegye címere díszítette. Előlapján a következő felirat volt olvasható. Vulkánhágó ősidőtől Magyarország hadászati, közlekedési vonala, melyet Hunyadi János vitézeje Malomvízi Kendefi Miklós élete feláldozásával védelmezett 1455 körül a becsapó török ellen. E dicső fegyvertény és határvédelem örök emlékezetéül állítatá ez oszlopot Hunyad megye közönsége a honfoglalás ezredik évében. Egy nappal később, szeptember 6-án hasonló emlékművet avattak fel Zajkányban is. Az emlékoszlopot az első világháború után eltávolították. Az oszlopot olyan kemény betonból csinálták, hogy nem tudták egészen szétverni, még mindig maradt belőle. Akkor Hunyad megyében a 66A és a 664-es út a kereszteződésénél található körforgalomtól délnyugat irányban körülbelül 20 méterre állt az oszlop. Sajnos a második magyar ellenes ledöntést nem élte túl. Azért döntötték le a 80-as évek elején a kommunista pártitkár polgármester, akinek felesége máskülönben magyar volt, szerint, mert igazolta a magyarok 1000 éves hitlétét. 2002-ben a Kolozsvári TV magyar adása filmet forgatott az emlékműről. Akkor ledöntve, de még eredeti helyszínén volt a talapzat és a buzogány öntött vas tartózlopa, melynek egyik oldalát a Hunyadi címer, másikat a fentebb idézett felirat díszítette. Az emlékmű még így, megrongálva is, valóságos zarándokhely volt, számos hazai és anyaországi turista kereste fel évről évre. 2003-ban arra látogatókat azonban újabb meglepetés érte. A feliratos öntött vastartó oszlopnak is nyoma veszett,
A talapzat köveit legörgették az út mentére. Az emlékmű egykori helyét elsimították, és a környező legelővel együtt bekerítették. A várhelyi polgármesteri hivatalban semmit sem tudnak az esetről. A tisztviselő állítása szerint a tartóoszlop 1991-ben a buzogánnyal együtt eltűnt, és ezen már nem lehet segíteni. Az 1980-as évek buldózeres városrendezése tett be a vulkáni buzogánynak. Csak ez a betondarab maradt belőle, az alapjából. Jól meg volt csinálva.